Idén március 31-én zárult le a civil tanács 3 éves ciklusa. A szövetség tagjai titkos szavazással döntöttek arról, hogy kik képviseljék az elkövetkezendő 3 esztendőben az 5 tagú tanácsban a Dombováron működő egyesületeket. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a civil tanács egy összekötő kapocs Dombóvárváros önkormányzata, illetve a városunkban tevékenykedő 49 egyesület között. Az elmúlt 3 évet összegezve talán nem lenne elég a műsoridő, hiszen annyi esemény történt, azért jól mutatja, hogy milyen aktívak a Dombováron működő civil szervezetek, hiszen számtalan önálló programot alkottak, szerveztek, illetve szinte majdnem minden önkormányzati rendezvényhez közvetetten vagy közvetlenül kapcsolódtak. Kiemelten fontos volt a 2023-as év, illetve a 24-es, hiszen számtalan jubiláló egyesület ünnepelte fennállásának 25., 20., illetve 30. évét. Ehhez kapcsolódóan például a Szívklub egyesületnek volt itt egy országos szívegyesület találkozója közel 400 fővel. Ugye ez is jól mutatja, hogy nem csak helyi szinten, lokálisan aktívak a civil egyesületek, hanem országos szinten is kapcsolódnak társ egyesületekhez. Nagyon fontos megemlítenem, hogy Dombóvárváros önkormányzata milyen mértékben tartja fontosnak az egyesületek működését, hiszen az 5 éves ciklus alatt közel több mint a duplájára növelte a civil támogatási összeget. 2024-es évben 7 millió forinttal tudnak gazdálkodni a civil egyesületek. Városunkban a civil tanács tesz javaslatot a civil keret felosztására, melyet természetesen Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete dönt el. Minden egyesület közel azt az összeget kapta az idei évben, melyre igény nyújtott be. Természetesen kisebb-nagyobb korrigálásokra szükség volt. A következő 3 esztendőben további célunk, hogy a városban ténykedő egyesületek szinergiáját erősítsük, illetve fönntartsuk ezt a magas színvonalú együttműködést az önkormányzattal, illetve egyesületek között, amelyek az elmúlt 3 évben voltak. A városban működő 49 egyesület és az önkormányzat között a civil tanács az összekötő kapocs, ami munkahatékonysága egyértelmű fejlődést mutat.